Hazánk zászlajának ünnepélyes felvonását követően megkezdődtek a különböző egyéni és csapatversenyek a 7. SZIZM katonai világjátékokon. A kínai Wuhanban megrendezett katonák olimpiáján több mint 100 nemzet, összesen 10 000 egyenruhás sportolója méri összetudását. A 25 sportágból 10-ben magyar indulókkal is találkozni, ilyen például a vívás. Párbajtőrözőink osztják azt az általános véleményt, miszerint igencsak erős nemzetközi mezőny alakult ki. Rengeteg olyan versenyző van, akivel találkozunk a különböző világkupákon, úgyhogy a létszám az viszonylag alacsony a versenyekhez képest, ugye 52 fő jelent meg itt a versenyen, viszont elég tömör, úgyhogy egy komoly brigád jött itt össze. Erős, nagyon erős és nagyon sűrű. 52 induló van, de azért a sűrűje az itt van. Tehát, hogy egy világkupához hasonlítva mondjuk egy nyugodtan lehetne egy világkupa 32-es táblát indítani, tehát hogy erős a mezőny. Egy kicsi olimpiához tudnám hasonlítani, mert a legtöbb országban erős a katonasport, és a legjobb A vagy B sort hozták, tehát vannak itt világbajnokok, olimpiai bajnokok, szóval azért nagyon erős a mezőny, és csak néhány olyan katona van, aki nem teljes állásban vívó. Az ellenfelek jól válogatott mezőnye minden sportágra jellemző, így a judóra is. A mai verseny igazából egy rendkívül erős megméretetés, ugyanis judós sportágban ugye nagyon sokan a top versenyzők közül katonák. Itt ezt úgy kell elképzelni, hogy a 40 versenyzőből a világranglista első 20-ából több mint 10-en itt vannak, szóval mondhatjuk, hogy brutális a mezőny. Úgy tudnám mondani, hogy ez a mai nap egy háború, mert tényleg elképesztő kemény csatákat kellett megvívnom, hogy ideig eljussak, de nem állok meg. A magyar judós csapat remekelése több dobogó közeli és egy ezüstérmes helyezést hozott Magyarország számára. Szabó Katinka őrmester 52 kg alatti női, Krizsán Szabolcs főhadnagy pedig 81 kg alatti férfi kategóriában ért el 5. helyezést. Salánki Evelin őrmester 78 kg alatti női kategóriában pedig megszerezte a magyar csapat első wuhani ezüstérmét egy kifejezetten intenzív és erős verseny alkalmával. Tudtam, hogy a döntő az nagyon kemény lesz, mert vagy a világbajnoki harmadik, vagy az idei Európa-bajnok fog jönni. Tudtam, hogy nagyon kemény lesz, próbáltam magam felszívni a lehető legjobban. A szlovén lány jött, ő nagyon kellemetlen, nagyon magas, vagy két fejjel magasabb még nálam, és nagyon kellemetlen volt. Betámasztotta mindkét kezét, és egyszerűen nem tudtam közel kerülni hozzá, és nem tudtam őt eldobni. De összefoglalva nagyon boldog vagyok. Ez az első katonai világbajnokságom, és sikerült érmet szereznem, és nagyon boldog vagyok. Dobogó helyezések tekintetében ezzel a győzelemmel Magyarország a 11. a több mint 100 országból álló rangsorban.